Európának most nagy szüksége van arra a tudásra, tapasztalatra, aminek a birtokában vagyunk. Ez közösségi oldalán írt a Szemereiné Pataki Klaudia. Kecskemét polgármestere az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának ülésén vett részt Isztambulban a múlt héten. A téma a klímavédelem és a városüzemeltetés volt. Látjuk itt éppen ezt a hőségriadót, amit mondjuk már egy hete ugye bejelentettünk a város életébe, és hogy erre milyen válaszokat tudunk adni, mire tudjuk fölhívni a figyelmet, és hát ugye az energia kérdés, ami az asztalon van minden európai térségben, hogy hogyan győzzük ezt a jövőben energiával, és hogyan tudjuk a klímavédelmet erősíteni a városüzemeltetés területein. A polgármester 2019 óta képviseli Kecskemétet ezen a platformon is. Kecskemétnek olyan értékei vannak, és olyan eredményei, amit érdemes európai szinten is képviselni, és érdemes eljuttatni azokat az információkat és azokat az eredményeket európai kongresszus szintjére is, hogy foglalkozzanak vele, elérjen a hangjunk, és másodszorban pedig megtisztelő, hogy Kecskemét fölkerült egy olyan térképre, hogy az európai közösségnek, az Európai Unió közösségeinek és az európai térségnek mintegy 120 fős delegációja képviselteti magát az Európa Tanácsba, és így Kecskemét és Kecskemét térsége is tudja képviseltetni magát ebben a közösségben, és ezt megpróbálom hitelesen tenni a kecskemétiek érdekében. A kongresszusban eddig téma volt a humanitárius segítség és a szolgáltatások, valamint a COVID-helyzet következményei és a pandémiára való válasz városüzemeltetési szinten.